Nem mindegy, hogyha a gyerek neki támaszkodik a szekrénynek, egy Dante kötet esik a fejére, vagy egy fedő. Aki tehetős művel családba születik, az jobb eséllyel indul az életben, mint aki kevésbé szerencsés. Ez igazságtalanság, de megszüntetni nem tudjuk, csak csökkenteni, mégpedig az iskolában. Minden szülő a legjobbat akarja a gyermekének, ezért a gazdag családok előnye nem szűnik meg soha. Ha apuka kifizeti a zongoratanárt, azzal segít gyermekének, már ha akar egyáltalán zongorázni. Mindig lesznek magániskolák és magántanárok. A magyar közoktatást azonban közpénzből, mindannyiunk pénzéből fizetjük, ezért az állami iskolában nincs helye a megkülönböztetésnek. Az iskola elvileg olyan hely, ahol a szegény gyereknek is fejére eshet egy dantekötet, és ha már a kezébe került, akkor neki is van esélye. Ha az iskolában is megtanulható a számítógép, akkor a szegény legényből is lehet híres programozó. Ha nincs a suliban gépterem, akkor csak abból lesz programozó, akinek volt gépe otthon. Pedig simán lehet, hogy a szegény legény tehetségesebb és okosabb, csak már kisgyerekként bezárult előtte a digitális szuperstráda. Egy Neo veszik el benne, ha hagyjuk elveszni. Sajnos a magyar oktatás ma nem csökkenti a különbségeket, hanem növeli. A szegény gyerekek többsége szegény iskolákba kerül, vagy már az iskolán belül sorozzák be az esélytelenek közé. Már az általános iskolák között is van elitistáló és elfekvő. A 6 éves kisgyerekből még bármi lehetne, ha kapna esélyt. Lehet, hogy az óvodában még nem volt elit csemete, mert nem volt otthon pénz külön órára és számítógépre. Azért vannak az iskolák, hogy ne ezen múljon.